Pálinkás, jó reggelt, boys and girls! Most jön az emelési fázis. Ha, hi-hi. Mindjárt fönn van a magasba, alá nézzetek. Tökéletes. Very nice. Az egészségetek részleg egy kis angol teát. Tej és tea. Na nézzük, fenn is van az állványon. Kis kocsim tökéletesen alkalmas a motor tárolására. Megnézzük fabak betámasztással. Tökéletesen vízszintbe helyeztem a motort. Nem tud ledőlni, tehát ha megrángatom, se fog ledőlni. Nagyon jó. Strapabíró szekrény, kérem szépen. Full. Kábelek. Még egy párat le kell szednem. Itt egy testkábel. A vízcsövet ki kell szedjem, hogy kifűzzem mögül le a kábelt. És haladok szépen körbe lefelé. Mi szerint? Na, csak egy kábelt kell lehúzzak. Nem kettőt, jó. Akkor várj, ide még jön a generátorra. Meg az olajszintjeladó, meg az önindító, ezeket le kell kötnem, és ki tudom fűzni. De ezt a csövet leveszem, akkor még jobb, mert hozzá fog férni rendesen. Na, már le is filéztem ezt a felét. Itt van már kötegünk a földön, most szépen haladok egyre mélyebbre, ugye. Itt már leszedtem az olajszintjeladót, és jövök ide hátra, itt a szőtengelyjeladó. Azt is lekapom. Nézzük csak, hol van. Hál' Isten, befele van a kis füle, látjátok? Ott a fül, az a fehér. Azt most fogom, és így lepeckölöm. Majd megnyomom felfelé, és lefelé, és lehúzom, kész. Ki van szabadítva. Ott még van egy kábeltartó, azt is leszedem. És megvan a kötegem. Teljes mértékben. Tökéletes, tökéletes. Nézzük, csak kábel, köteg. Alles zusammen, kompletta. Kompletta kábel. Tessék, itt egy 3000 VH TDI kábel kötege. BTDI, bátya, elfelejtettem. BTDI. Szépen. Kicsi a hely, kicsi a műhely. Kábeleket így szépen beszektetem a hátuljába, mert hát ott jobb helyen van. Tökéletes. Alkatrészek már szépen be vannak készítve, oda nézzetek. Minden egyes kis műanyag lófasz megvan. Csavarok is megvannak, külön. Itt van még a pozitív kábel, de ez majd szépen jön le önindítóval, mind generátorral együtt, és akkor nem kell lekötözgetni semmit. Szépen fogom és lekopasztom a motort. A kipufogóval kezdem. Kipufogó csonk. Meg ugye itt oldalt van egy ilyen vízcső és mi az? AC kompresszor tartó cucc. Ebbe is van egy ilyen gumigyűrű. Ezt majd ki kell cseréljem, mert hát ugye ez nem visszaszerelhető már így. Aztán van itt egy-két ilyen vízcső, annak is ilyen gumigyűrű van a végén. Itt van ugye a turbócsövünk, ennek is vannak ilyen gumik a végén, úgyhogy majd itt mindent fel kell írkálnom, hogy mit, merre, hány méter. Csavarokat gyűjtöm. Porlasztókat meg fogom jelölni, hogy melyik hova megy, mert nem akarom kódolni, mert nem lesz bemérve, mert jó. Úgyhogy, sőt, most fel is veszem egy videóra, hogy hogy volt. Tehát ugye, nagyon oldali hengerfej. Bam! Bam, bam, és akkor a vezető oldali henger fejem meg. Egy, kettő, három. Na, és nem is kell jelölgetni semmit. Látjátok? A szép új világ. Hát azért ez olyan jó már. Mobiltelefonnal itt szépen meg lehet ezt varázsolni, kérem szépen. Most jön még három. Egy, kettő, három. Na, ez már kicsit szorulósabb, de ez is ki fog jönni mindjárt. A motor tartó fülek eltávolítása, ami 12 szög, és már veretem is le. Egy. De már azaz. Kettő. Kettő.
És itt van még kettő. És a disznó láncunk eltávozott. Na jó, jó. Faszafeszes, fullos gyáhekek. Gyáhek. Felakasztom ide szépen. Jó helyen van, eláldogál itt. Alakul a molekula. Most leszedem a főtengely lentkerekét. Hát ez egy kicsit rá van ragadva. De még jó, hogy vannak ilyen lyukak rajta, hogy meg tudod húzogatni. Hogy meginduljon, de ez nem igazán akar megindulni. Kicsit rá van gyógyulva. A ragasztó, amit ide kentek, az megtette hatását. Oda ragasztotta. Az kurva jó, nem jön le. Csű, gyáhekek! Jaj, mi lesz itt most? Azaz, megindult. Megindult. Azaz. Nagyon jó. Erre vigyázni kell, mint a hímes tojásra, mert ez egy ilyen indukciós jeladóhoz tartozó kerék, ami szépen adja a jelet a főtengely pozíciójáról, úgyhogy ezt nagyon óvatosan kell eltávolítani, úgyhogy nem sértjük meg. Tehát, mint leszettük, azután szemegyre vesszük, hogy nem-e sérült. Ha megnézzük, ez úgy van megmágnesezve, hogy azokon a kis csíkokon ott van a mágnes. Északi és déli pólusa szerintem, vagy nem tudom, ilyen kis mágnes kockák vannak itt. Úgyhogy ja, erről veszi a jeladó a jelünket, hogy most hol is van a főtengely pontosan. Ezt inkább olyan helyre rakom, ahol nem sérül meg, mert ez könnyen sérül. Úgyhogy oda a sarokba tökéletes lesz. A millió egy csavar majd, meg itt a teteje, meg ez a vízcső, meg egy-két dolgot most le kell bontanom. Mert ha nézzük, ez a vízcső is ilyen tök faszán van kitalálva, vagy olajcső, vagy nem tudom mi ez. Aztán lehet, hogy olajcső. Nem, az egyik vákum, a másik oly, víz. Úgyhogy az csak vízcső. Na bátya! Audi hengerfejek lemondnak. Öcsém itt oldan néz, új láncot tettek a törökök. A török kereskedő bátya! Ugye víznyomai láthatók a hengerben. De fini, megzabált, vagy 800 liter.